Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A mai alkalommal a bibliai proféciák fontosságáról szeretnék egy bevezető előadást tartani. Ha megfogjuk magát a Bibliát, mint egy vastag, sok lapból álló és sok betűből álló könyvet, akkor azt látjuk, hogy a Biblia az elejétől a végéig áttekinti az emberiség történelmét. A Biblia legelején olvasunk arról, hogy az Isten kezdetben teremtette az eget és a földet, és a Biblia utolsó lapján találjuk azt, hogy látott János apostol új eget és új földet, és az örök élet elkezdéséről ír már a Biblia az utolsó lapján. Egy óriási témát találunk a Biblián belül, a bibliai proféciákkal kapcsolatban, de még rávezetésképpen arról is hadd szóljak, hogy a Bibliának a nagyobbik része Mózes első könyvével kezdődik, és Malakiás próféta könyvével zárul. Ha az egész Bibliát a kezünkbe fogjuk, akkor azt látjuk, hogy az ószövetségi rész vastagabb, több mint a duplája az újszövetségi résznek. Az ószövetség Mózes könyvével kezdődik, és Malakiás könyvével zárul. Itt 39 ószövetségi iratot találunk, és 4000 esztendőt tekint át az ószövetség. Egészen teremtéstől Malakiás könyvéig, és aztán egy kb. 400 éves időszak az, amit intertestamentális kornak nevezünk, és ezután kezdődik Máté evangéliuma, tehát Jézus életének a leírása. És itt elolvassuk még Márk, Lukács és János evangéliumát, aztán elolvassuk még az apostolok történetét, Pál apostol leveleit, az egyetemes leveleket, és végül Jelenések könyvét, és az újszövetségi iratok keletkezési ideje az első század. Ha így végignézzük az egész iratgyűjteményt a Bibliában, akkor mintegy 1600 év alatt keletkezett a teljes iratgyűjteménye a Bibliának, ez a 66 könyv, mert ugye Mózes időszámításunk előtti 15. században kezdte el írni a bibliai történetet, egészen a teremtéstől, és János evangéliuma, illetve János evangéliumának az írója, János apostol Jelenések könyvével zárja, de egészen végig tekinti tehát a történelmünket Krisztus második eljöveteléig. A teljes bibliai áttekintés a történelemről mintegy 6000 évet ölel át. Ezen belül az új szövetségi rész 27 iratgyűjteményt tartalmaz, és mindezt azért próbáltam összefoglalni, hogy ha az első században lezárul az új szövetségi iratgyűjtemény, akkor mi a tennivalónk az utóbbi 2000 évvel? Külön nagy kérdés ez, hogy ugyan a teremtéstől Jézusig az Ószövetség, de az újszövetségi iratgyűjtemény mind az első században keletkezett. És az első század végétől, tehát Jelenések könyve lezárulásától korunkig ezt az utóbbi 2000 évet ki az, aki helyesen tudja kiértékelni? Egy különös gondolat ez, mert Jelenések könyve négyszeresen tekinti át az utóbbi 2000 esztendős újszövetségi történelmet. Nyilván most erre nincs időm, és nem vállalkozom arra, hogy ezt a négyszeres áttekintést végig gondoljam, de arra, hogy maga a Biblia a proféciákra hogyan tekint, és a proféciák milyen szerepet töltenek be, és milyen hangsúlyt kapnak a Biblián belül, arra szeretnék néhány percet most rászánni. Az evangélium és a proféciák kapcsolatára szeretnék először is nagy hangsúlyt tenni, mert hogyha valaki a proféciákba fog, akkor könnyen arra gondol, hogy egy ijesztős, egy az emberi várakozást hangulatilag lenyomó területbe lép. És szeretném hangsúlyozni azt, hogy az evangéliumnak a jelentése az, hogy jó hír, örömhír, ami annyit jelent, hogy van megoldás a bűnnek és a halálnak a problémájára. A profécia viszont azt jelenti, hogy egy jövőbe bekövetkező esemény, amire az Isten
előre ad útmutatást az emberiségnek arra, hogy mik lesznek ezután az Isten előre lejegyeztette a prófétai beszédek által. Különböző könyvekben találhatunk erről leírásokat. De a bibliai proféciáknak egy nagyon fontos részlete az is, hogy nem csak a bekövetkezendő eseményről tájékoztat, hanem fölhívja a bibliaolvasó figyelmét arra is, hogy az ilyen események között, amik várnak ránk, hogyan lehet megállni a várható események között. Tehát a Bibliában az evangélium és a profécia összetartozik. Szinte kéz a kézben haladnak előre. Azért is érdekes ez, mert a Bibliát, hogyha valaki végig tekinti, találunk benne 10 nagy vázlat proféciát, és találunk benne körülbelül 500 vagy 500-nál is több pillanatkép proféciát. A 10 nagy vázlat profécia az onnan ismerhető meg, hogy hosszan áttekinti nagy évszázadok vonulatában az emberi történelmet. Az első vázlat profécia, és így minden nagy vázlat proféciának az alapja a Dániel könyve második fejezetében található. Amikor Nabukodonozor álmot lát, ez Dániel proféta megfejti, és az összes többi profécia, még az idői proféciák is erre épülnek. Tehát amikor Dániel könyve második fejezetét az ember elolvassa, akkor tekinti végig elsőként a Biblia az emberi történelmet a babiloni birodalomtól kezdve egészen Krisztus második eljöveteléig, a kéz érintések nélkül leszakadó kőig. De itt nem csak egy proféciát, vázlatproféciát találunk, hanem ahogy haladunk tovább Dániel könyvében, a 7. fejezetben is, a 8. fejezetben is, majd a 11. fejezetben is, összesen 4 vázlatprofécia található, amelyek egymással párhuzamosak. És mindegyiknek az alapja tehát Dániel könyve második fejezete, és ahogy halad a történelem tovább és tovább, úgy indul a következő vázlatprofécia is a történelemben egy későbbi időpontról, de mindig Dániel könyve második fejezete marad minden vázlatproféciának az alapja. Jézus Krisztus is az úgynevezett nagy apokaliptikus beszédét is ide soroljuk, ami Máté evangélium 24. fejezetében található, de ennek párhuzama Márk evangélium 13. fejezete és Lukács evangélium 21. fejezete. János evangéliumában ilyen rész nincsen. Hanem még találunk egy vázlat proféciát a Tesszalonikai levél második fejezetében is, és ahogy már említettem, Jelenések könyve is 4 vázlat proféciát tartalmaz, amelyek szintén egymással párhuzamosak. Ennek majd az előadás végén a 3 együttnéző szinoptikus proféciáit szeretném majd kivetíteni, csak egy néhány perc erejéig. Tehát Dániel könyvében találunk 4 vázlat proféciát, Jelenések könyvében is találunk 4 vázlat proféciát, Máté evangélium 24. fejezete és a Tesszalonikai levél második fejezetében található, így az összes 10 megvan. És ez a 10 vázlat profécia, hogy végig tekint egymással párhuzamosan az emberiség történelmét, fölrakható rá az a több mint 500 pillanatkép profécia, amelyik egy-egy pontját emeli ki az emberi történelemnek. És az 500 pillanat proféciának is több mint a fele messiási, úgynevezett messiási profécia, amelyik az Ószövetségnek azon részeit foglalja össze, amelyik előre, mint egy Jézus Krisztusról szól, vagy a születéséről, vagy a fellépéséről, vagy a jelleméről, vagy a szolgálatának valamelyik mozzanatáról, vagy a kereszt áldozatáról, vagy a szenvedéséről, vagy éppen a lelkében megfogalmazódó imádságról és küzdelmekről. És így a vázlat proféciák és a pillanatkép proféciák gyönyörűen kiegészítik egymást. Szeretnék nagyon röviden megállni annál a résznél is, hogy a bibliai proféciák és a különböző jóslatoknak vajon hogyan lehet a különbségét meghatározni. Mózes 5. könyvének a 18. fejezetéhez lapozok, és itt egy rövid szakasz szeretnék kiemelni ebből, nem térek ki majd minden tanulságra,
hanem csak annak az ízét szeretném bemutatni, amikor az Isten az izraeliták számára tanácsot ad, az ezen a területen történő eligazítást. Tehát Mózes 5. könyve 18. fejezetéhez lapozok, ahol elolvashatjuk a Bibliában azt a részt, hogy az izraeliták számára az Isten az Ószövetségben a kánaáni letelepedés előtt milyen eligazítást nyújt. Tehát Mózes 5. könyve 18. fejezetének a 9. versétől olvasok néhány gondolatot. Amikor te bemégy arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ad néked, ne tanulj cselekedni azoknak a népeknek utálatosságai szerint. Ne találtassék te közötted, aki az ő fiát vagy lányát átvigye a tűzön. Se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló, se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titokfejtő, se halott idéző, mert mind utálja az Úr, aki ezeket műveli, és ez ilyen utálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened, te előled. Tökéletes légy az Úrral, a te Isteneddel. A felsorolásban több különös meghatározással is találkoztunk. Például az egyik az, hogy ne találtassék te közötted jövendőmondó. Tehát mondhatná valaki, hogy a profécia az nem jövendőmondás. Tehát ez már is érzékelteti, hogy igen, nem csak olyan jövendőmondás létezik, ami profécia, hanem van nem Istentől származó jövendőmondás is, amire maga az Isten hívja föl az embereknek a figyelmét. Ilyen a korunkban elterjedt, és szinte már minden újságban megjelenő horoszkóp. Erre az Isten azt mondja, hogy mind utálja az Úr, aki ezeket műveli. Tehát jobb, hogyha a figyelmünkkel is elkerüljük ezeket a jövőben való személyes eligazításokat, mert nem az Istentől származik, és mintha ebben a felsorolásban megtalálnánk az alapját ennek, jegymagyarázó, hogy ne találtassék ilyen mi közöttünk. Viszont a Biblia önvallomására is szeretnék hangsúlyt tenni, amikor ugyanitt a 18. fejezetben, Mózes 5. könyvénél, a 18. verstől olvasok egy rövid szakaszt ismét. Ez is egy messiási profécia, ami így hangzik. Tehát Jézusról előre beszélő profécia ez. Így hangzik tehát. Profétát támasztok nékik az ő atyuk fiai közül, olyat, mint te. És az én igéimet adom annak szájába, és megmond nekik mindent, amit parancsolok néki. És ha valaki nem hallgat az én igéimre, amelyeket az én nevemben szól, én megkeresem azon. De az a proféta, aki olyat mer szólni az én nevemben, amit én nem parancsoltam néki szólni, és aki idegen istenek nevében szól, halljon meg az a proféta. Ha pedig azt mondod a te szívedben, miképpen ismerhetjük meg az ígét, amelyet nem mondott az Úr? Ha a proféta az Úr nevében szól, és nem lesz meg, és nem teljesedik be a dolog, ez az a szó, amelyet nem az Úr szólt, elbizakodottságból mondta azt a proféta, ne félj attól. Elég szigorúnak és határozottnak tűnő szavakat olvashatunk itt, hogy az Isten megkeresi azt, aki az ő nevében szól, de hamisat. Olyat szól, amit ő nem küldött. Különös ez a szigorú bejelentése itt a Bibliának, halljon meg az a proféta. Hiszen az emberi félrevezetés súlyosabb, mint a gyilkosság. Nézzük meg még a Bibliának a többi rövid önvallomását is. János Evangélium 14. fejezetéhez lapozok, János Evangélium 14. fejezetének a 29. verséhez. Ez így hangzik. Jézus búcsú beszéde ez, amikor a tanítványainak elmondja, hogy ő majd visszatér a mennybe, és más vigasztalót, a Szent Lelket küldi. És ennek a gondolatmenetnek az egyik szava, mondata így hangzik. És most mondtam meg néktek, mielőtt meg lenne, hogy amikor majd meg lesz, higgyetek. Különös ez, hogy Jézus arról beszél, hogy ő előre azt mondja, hogy most mondtam meg néktek, mielőtt meg lenne, hogy amikor meg lesz, higgyetek.
Egy másik, az Ószövetségben lévő ige ez, Ámos könyvéből való, a harmadik fejezet 7. versében található, ami így hangzik. Mert semmit sem cselekszik az én Uram az Úr, még meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak. Tehát az Isten a történelemben cselekszik. Minden az ő kezében van. Jó és rossz. Amit mi jónak vagy rossznak tartunk egyaránt. És az Isten semmit nem cselekszik, amíg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak. Tehát ami történik körülöttünk, velünk, vagy a történelemben, a múltban, vagy a jelenben, vagy a közeljövőben, egészen Krisztus második eljöveteleig, ezt így foglalja itt össze, hogy nem cselekszik az Isten mást, csak amit megjelentett a prófétákon keresztül és a szolgáink keresztül. Ézsaiás könyvéhez lapozok, Ézsaiás könyve 46. fejezetének a 10. verséhez. Még szintén a Biblia önvallomását olvasom. A 46. fejezet 10. verse. Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek, mondván, tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. És még egy lapot korábbra a 45. fejezethez lapozok, és ott a 11. verset olvasnám. Így szól az Úr, Izraelnek szentje és teremtője. Kérdezzétek meg a jövendőt tőlem, fiaimat és kezeim munkáját csak bízzátok rám. Nagyon szépek ezek az igei gondolatok, és folytathatnánk ezeknek az elmélyítését, de tovább kell haladnunk a témánkban, mert szeretném érzékeltetni azt is, hogy máshol, más bibliai rész, hogyan érzékelteti a proféciáknak a fontosságát. Megértettük a proféciák jellegét ebből a néhány ige csokorból, de most a proféciák fontosságát szeretném hangsúlyozni, amit viszont Péter apostol második levelében találunk. Péter apostol második levelében, hogy ezeket az igéket úgy olvasom, mint a Biblia önvallomása. Péter apostol második levele, első fejezet, 19. versétől a 21-ig. És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal vírad és hajnal csillag kél fel szívetekben. Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szóltak az Istennek szent emberei. Külön jó lenne ízlelgetni ennek a három versnek a részleteit, nagyon szép és komoly tartalmú mondani valója van, de arra tenném most a hangsúlyt, hogy igen biztos a prófétai beszéd. És én kívánom a kedves nézőknek, hogy amikor prófétai beszédről hall valaki, akkor legyen érzékeny a lelkünk, legyen figyelmes a fülünk arra, hogy a prófétai beszédről itt úgy beszél Péter apostol, mint igen biztos. Sajnos korunk arról híres, hogy a prófétai beszéd igazi értékét, élét, tartalmát kezdi a teológia visszabontani. Kezdi egy kicsit homályosabbá tenni, érthetetlenebbé változtatni. Pedig Péter apostol azt mondta, hogy igen biztos a prófétai beszéd, amire jól teszitek, ha figyelmeztek. Nem bizonytalan. És nem labilis, hanem biztos, mint sötét helyen világító lámpásra, amíg nappal vírad és hajnal csillag kér fel az ember szívében. És még azt is mondja a 20. vers, hogy tudván először azt, mintha azt mondanánk, tisztázzunk valamit, szögezzünk le valamit. Az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból, mert az Isten lelkétől indítatva szólnak az Istennek a szent emberei. Haladjunk tovább, még Jézus szavait idézném erről a kérdésről, amit Máté Evangélium a 24. fejezetének a 35. versében olvashatunk, egy nagyon szép mondat.
Jézus ezt mondta éppen ennek a híres apokaliptikus beszédnek az egyik mondata, az ég és a föld elmúlnak. De az én beszédeim, hozzáteszem talán nem erőltetés, de az én prófétai beszédeim semmiképpen el nem múlnak, ugye beteljesednek. Néhány bibliai példát, Biblián belüli példát hadd hozzak még elő. Amikor megkérdezek Biblia olvasó embereket, hogy a Bibliának hol van és hogy nevezzük az első proféciáját. Nagyon sokszor fölcsillan a szemük, és azt mondják, hogy igen, Mózes első könyve 3. fejezetének a 15. verse. És megkérdezem, hogy mi ennek a neve. Azt mondják, hogy az ősevangélium. Figyeljünk meg valamit. Én azt kérdezem, mi az első profécia? Azt válaszolják, az első evangélium. És ez így van jól. A bibliai profécia és a Bibliában az evangélium kéz a kézben karöltve segítik, és haladnak előre, és segítik egymást. Egészen különös az, amikor átlapozunk, és Máté evangéliumához szegezzük a tekintetünket, elkezdjük olvasni Máté evangéliumát, első fejezet, második fejezet, harmadik fejezet, és így tovább. És ha fölhívnám a figyelmünket arra, vajon felfedeznénk-e, melyik az a gondolat, ami refrénszerűen, visszatérően megjelenik újra és újra elég sűrűn Máté evangéliumának az első néhány fejezetében. Így olvasom például az első fejezet 22. versét. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szólt. Vagy olvasom a második fejezet 5. versét. Azok pedig mondták a napkeleti bölcseknek, ugye az a kérdésére, amikor Heródes megkérdezi az írástudókat, a júdai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. 15. vershez lapozok, illetve a tekintetemet csak tovább viszem, lapozni sem kell. És ott volt az egész Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szólt. Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. Itt nem is a tartalmi részekre hívnám fel a figyelmet, hanem ahogy haladunk és haladunk tovább, 17. vers, ekkor teljesedik be, amit Jeremiás próféta mondott, midőn így szólt. Refrénként ér vissza az, itt Máté evangéliuma első, két, három és a további fejezeteiben is, hogy beteljesedjék, amit a próféta szólt. Tehát látjuk, hogy a prófétai szóra épül az evangélium is. Egy kicsit finomabb részletekbe tekintő történetre még hadd utaljak, Lukács evangélium a 4. fejezetéhez, majd a 24. fejezetéhez. Lukács evangélium a 4. fejezete arról híres, hogy Jézus, amikor első alkalommal ment be Názáretbe, és tanított a názáreti zsinagógába, akkor kezébe adták az Ézsaiás tekercset. És itt így olvassuk Lukács evangélium a 4. fejezetének a 16. versétől. És ment Názáretbe, ahol felneveltetett, és bement szokása szerint szombatnapon a zsinagógába, és felállt olvasni. És adták néki az Ézsaiás próféta könyvét, és a könyvet föltárta arra a helyre nyitott, ahol ez volt írva. Még itt megállok, mielőtt olvasnám a róla szóló messiási profécia idézését. Egy kérdésem van. Jézusnak kötelező szakaszt kellett vajon olvasni? Vagy pedig egy olyan szakaszt, amit ő választhatott ki. Mert azt találjuk, hogy adták néki az Ézsaiás próféta könyvét, és a könyvet föltárva arra a helyre nyitott. Tehát úgy tűnik ebből a rövid leírásból, ha pontosan megfigyeljük, hogy Jézus lapozhatta föl Ézsaiás könyvéből, tekerhette oda a tekercset, ahol ez volt írva. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem. Elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. És behajtotta a könyvet, átadta a szolgáknak, és leült, és a zsinagógában mindenki ránézett, és ő pedig elkezdett hozzájuk szólni, ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra.
Azonban, ha valaki figyelmes olvasó, akkor visszalapozza, és ha valakinek kutatásra van belső késztetése, akkor visszalapozza Ézsiás könyve 61. fejezetének ezt a messiási proféciáját. És feltűnik valami. Feltűnik az, hogy Jézus nem olvasta végig. Behajtotta a könyvet az utolsó mondatrész előtt. Nem olvasta el azt, hogy és hirdessem, elolvasta azt, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét, és Istenünk bosszúállásának, vagyis igazság szolgáltatásának a napját. Jézus az igazság szolgáltatás napját nem olvasta fel. Miért? Mert az igazság szolgáltatás az ő második eljöveteléről szól. Itt viszont ő az első eljövetelére vonatkozó részét olvasta föl ennek a messiási proféciának. Külön föl kell figyelnünk arra, ahogy Jézus értelmezte, használta és tanította róla szóló messiási proféciát ebben a szép részben. És itt nem is olvasom tovább ezt a történetet, hanem haladok tovább Lukács Evangélium a 24. fejezetéhez. Lukács Evangélium a 24. fejezetében is olvashatunk egy nagyon szép és különleges történetet, talán ezt többen ismerik is, de szeretném a figyelmünket fölhívni arra, amilyen módon a proféciákkal itt is Jézus bánik. Különös a történet, mert Jézus föltámadásának a napján Jeruzsálemből elindul két tanítvány. Ők még ugyan hallották, hogy Jézus föltámadásáról beszélnek az asszonyok, de nem igazán hitték, hanem szomorúan és mint egy csalódottan mennek Emmaus felé, amit, ha jól tudok, egy 12-13 kilométeres távolságnyi gyalogút által lehetett elérni. És Jézus úgy kapcsolódott, úgy csatlakozott ehhez a két Emmaus felé haladó tanítványhoz, akik közül az egyiknek a neve Kleofás volt, hogy őt ne ismerjék fel. Így olvassuk itt Lukács 24. fejezetének a 16. versében, hogy a két tanítványnak a szemei vissza volt tartóztatva, hogy Jézust ne ismerjék meg, hanem mint egy idegen vándor csatlakozott hozzájuk. És különös, hogy Jézus nem élményt ad, hogy a mai emberek inkább élményt várnak, inkább csodát várnak, inkább valami gyors megoldásokat várnak. Jézus fölfedhette volna saját magát, és Jézus láthattatta volna velük azt a csodát is, hogy ő föltámadt. És ő bemutatkozhatott volna nekik úgy is, hogy ne bánkódjatok, itt vagyok, föltámadtam. De ezzel azt a fajta hitbeni megértést, azt a fajta lelki mélységet, amire Jézusnak szándéka volt a két tanítványt, és bennünket is elvezetni ma, nem tudta volna elérni. Tehát mit tesz Jézus? Két kérdést tesz föl elsőképpen nekik. Azt kérdezi tőlük, miről beszélgettek? Micsoda szavak ezek, amelyeket egymással váltotok jártotokban? Így lehetne ezt röviden visszaadni. Miről beszélgettek? A másik kérdés, miért vagytok szomorúak? Miért vagytok szomorú ábrázattal? Még vissza is kérdeznek Jézusra, annyira nagy híre volt, hogy az utóbbi napokban az ő keresztre feszítésének. És Jézus kérdései után visszakérdeznek a tanítványok, hogy csak te vagy jövevény Izraelben, és nem tudod ezeket. És Jézus visszakérdez újra a tanítványok számára, hogy micsoda dolgok történtek. És itt beszámolnak Jézusnak azokról az eseményekről, hogy hát az ő mesterük ott volt, nagy próféta volt, cselekedetben és beszédben hatalmas, Isten előtt és az egész nép előtt. És elmondják az ő keserű tapasztalatukat, hogy mi módon adták őt a főpapok és a mi főembereink halálos ítéletre, és megfeszítették őt. Pedig mi azt reméltük. Különös ez a gondolat, ahogy a tanítványok kimondják, hogy mi reméltünk, hittünk, vártunk valamit, és csalódtunk. És ennek ma van harmadnapja. És elmondják ezeket a sírhoz futó történeteket, ahogy az asszonyok beszédéről értesültek. Én ezeket most nem mondom már részletesen, hanem amikor beszámolnak Jézusnak erről, Jézus azt mondja nekik, még mint vándor mondja ezt nekik. Ó, balgatagok és resszívűek, balgák és lusták, mindazok elhívésére, amiket a próféták szóltak. Ami miatt olvasom ezt a történetet, éppen itt van, itt járunk. Ó, balgatagok és resszívűek,
mindazoknak elhívésére, amit a próféták szóltak. Tehát Jézus maga tesz hangsúlyt a prófétai beszéd kutatására. Hiszen ne felejtsük el, mit olvasunk itt ebben az evangéliumi részben? Azt, hogy azért csalódtak a tanítványok, mert nem figyeltek a prófétai beszédre. Ezután pedig mi történik? Jézus elkezdte Mózestől és minden prófétáktól fogva magyarázta nekik minden írásokban, amik ő felőle megirattak. Hát ezek azok a profécia magyarázatok, amiket olyan szívesen hallgattam volna én is. De itt nem részletezi a Szentírás ezt, de bizonyára Jézus elővette Mózestől kezdve a messiási proféciákat, és végig az írásokon keresztül, itt ezen a 12-13 kilométeres úton, ki tudja talán hogyan haladva, megállva, 2-3-4-5 órán keresztül, ezt nem írja a Biblia, de elkezdte magyarázni nekik minden írásokban, amik ő felőle megirattak. És amikor elérkeztek ahhoz a faluhoz, ahova menni akartak, akkor Jézus úgy tett, mintha tovább menne, késztették őt a megállásra, és hogy megtörte a kenyeret, megismerték őt, de aztán eltűnt a szemeik elől. De ami ezután történik, szintén figyelemre méltó. Azt mondták egymásnak, avagy nem gerjedezetté a mi szívünk, mi bennünk, amikor nékünk szólt az úton, és mikor magyarázta nékünk az írásokat. Tehát Jézusnak a profécia magyarázata, az írás magyarázata a proféciák szempontjából olyan volt, hogy a tanítványoknak gerjedezett a szíve, lelkesedtek belülről, mint akiknek a felismerés öröme olyan buzgóságot és felismerést ad, és olyan örömet ad, amit a Biblia így ad vissza, gerjedezett a mi szívünk. Rendkívül szép ez a rész, de amiatt olvastam el, hogy lássuk meg, hogy maga Jézus hogyan hívja föl a bibliaolvasók figyelmét arra, hogy a proféciák, a vázlatproféciák, a pillanatkép proféciák gyönyörű rendezettségben, rendszerben ott vannak, és így foglalhatnám össze, hogy a bibliai proféciák a Bibliának a gerincoszlopa, a hitünknek a gerincoszlopa. Olyan ez, mintha egy emberi testet látnánk magunk előtt, de ha nincsen benne gerinc, nincs benne csontváz, nincs benne tartószerkezet, akkor az egész összesüpped, összeomlik, és nem tud a lábaira kelni. Ilyen fontosságú és ilyen horderejű a Biblián belül a proféciáknak a gyönyörű rendszere. És befejezésül csak egy példaképet, egy példaábrát szeretnék mutatni, arra, hogy ha valaki szeretné jelenések könyvét elkezdeni, ez a táblázat is segíthet abban. Itt látjuk, hogy bal oldalon Krisztus első eljövetelét találjuk, jobb oldalon fölül pedig Jézus Krisztus második eljövetelét, ami nyilván kérdőjel. Pontos kinyilatkoztatást erről a Bibliából nem kapunk, de az idők jelei tájékoztatnak minket arról, hogy az ő eljövetele közel van. És látjuk, hogy jelenések könyve első három fejezetének a 7 levele, Efézustól egészen Laodiciáig. Ott vannak a századok, hogy melyik század igazán Krisztust követő keresztényeinek íródott, hiszen Krisztus végig a századok során, az évezredek során kézben tartotta azokat az igehirdetőket, akik valóban képviselték az ő szájából való prófétai beszédet. A 7 pecsét ezzel párhuzamos. Ábrázolja azt, hogy az a látható kereszténység, ami a történelemben létrejött, ami az efézusi levélben a Krisztus és a tanítványok általi kereszténység, az még fehér volt. A szmírnai korszakban vörössé vált, mert üldözöttek voltak a keresztények. A pergámumi korszakban a 4. századtól, a konstantinuszi fordulattól a megalkuvás időszaka jött, az eszmei megalkuvásé, feketedett, sötétedett a látható kereszténység. A tiatírai levél korszakában, a középkorban, amit sötét középkornak is neveztünk, ma már ez nem divat ennek a megnevezése, halott sárgának láttatja Krisztus a látható kereszténységet. Mert az eltorzult, megalkuvó kereszténységből sajnos üldöző,
az igaz hitet és a szentírást üldöző kereszténység alakult ki, amit nem is volna méltó kereszténynek neveznünk. És ennek a kereszténységnek a haladását látjuk, azért nincs több lovas, mert látjuk azt a nyilat, ott megszakad a 18. század végén, halálos sebet kap ez a kereszténység, de látjuk a hetedik pecsét alatt, hogy ennek a halálos sebe meggyógyítaték. A hét trombita szó is párhuzamos ezzel. Ott kell a fenyítéket, a trombita szók általi fenyítékeket az Istennek történelmi szinten megengedni, ahol feketedik a kereszténység. Ez a nyugati kereszténységről szól. Az ötödik, hatodik trombita szó pedig a keleti kereszténységre forduló történelmi fenyíték ábrázolása. És látjuk ezeket a közbeékelt látomásokat is, a hetedik fejezetet, amelyik arról az elpecsételésről szól, ahol az a nagy kérdés jelenik meg, hogy ki állhat meg a történelem végén. Ugye a tizedik fejezetnek a leírása, amikor a Krisztust váró mozgalmat írja le, hogy Dániel könyvének a proféciáit megértve, hogyan születik meg az a kereszténység a történelem végén, amelyiket Krisztus megbízza, szintén egy különleges megbízatással. A tizedik fejezet végén így olvassuk. Ismét profétálnod kell sok nép, nemzet és király előtt. Ezzel szerettem volna csak nagyon röviden így összefoglalni azt, hogy a bibliai proféciák együttese egy olyan gyönyörű váz szerkezetét adja. És ez a váz szerkezet olyan szép evangéliumi részletekre irányítja a figyelmünket, amit ha Krisztus szájából veszünk, akkor megértjük, hogy a történetnek melyik korában, melyik lelki tanítást kellene fölemelnie a lelkészeknek és az igehirdetőknek, így a korunknak is. Köszönöm szépen a figyelmet!